Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Város, illetve sport történelmi pillanatokból sem volt hiánya a tavalyi második negyedévben. Ma ezen időszak legfontosabb történéseit szedtük össze. Nem csak olvasnivalók, hanem papírszínházi előadások is várják a gyerekeket a kaposvári könyvtárban. Az intézményben ilyenkor is sok fiatal megfordul. Meg annyi elkoborolt kutya köt ki ezekben a napokban a Kutyatár Egyesület menhelyén. Ezek az epek a petárdázás miatt futottak világgá. Jó estét kívánok! Még 2 évig lehet igényelni a babaváró támogatást, jelentette be a napokban a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes közölte, 2024. december 31-ig a feltételek változatlanok maradnak. A legfeljebb 10 millió forintos hitelt továbbra is szabad felhasználású kölcsönként igényelhetik a házaspárok, ha az anya 18 és 41 év közötti, és ha az első gyermek 5 éven belül megszületik, akkor a hitel kamatmentes lesz. A második gyermek után a még fennálló tartozás 30%-át, a harmadik után pedig a teljes tartozást elengedik. Csak a kormánnyal közösen tudják megoldani az önkormányzatok, hogy a települések működése 2023-ban is zavartalan legyen, mondta ma a közrádióban a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Szita Károlyt a 10 000 lakos feletti városoknak és fővárosi kerületeknek az energiaáremelkedés miatt járó támogatás okán kérdezték a reggeli műsorban. A Somogyi megyeszékely mintegy 840 millió forintot kapott. Kaposvár polgármester elmondta, városunknak mintegy 5 milliárd forinttal kell többet fizetnie idén az áramért, a gázért és a távhőért, mint tavaly. A kötelező feladatok például az óvodák és bölcsödék, a szociális intézmények, a közvilágítás és a közétkeztetés működtetése ugyanakkor nem szenvedhet csorbát. A kormány is csak egyet kért a támogatásért cserébe, takarékoskodást. Ezt erejükhöz mérten különféle módon meg is teszik a települések, fogalmazott Szita Károly, aki szerint Brüsszelnek is lépnie kell, hiszen a legtöbb probléma az elhibázott uniós energia, illetve szankciós politika nyomán jelent meg. Országgyűlési választás, óriási vihar, a Giro d'Italia kaposvári rajtja és egy sor kulturális program, amit a koronavírus járvány miatt nélkülöznünk kellett. A következő percekben a tavalyi év második negyedévének eseményeiből szemezgetünk. Kaposváron majdnem 60 szavazókörben lehetett voksolni áprilisban. Stábunk szokás szerint kora reggeltől késő estig követte a szavazást. Somogy egyes számú választókerületében 49%-kal újrázott a térség régi új országgyűlési képviselője Gelencsér Attila. Gipszkartonokat helyettesítő lapokat fog gyártani városunkban egy nemzetközi cégcsoport. Jelentették be tavaly tavasszal, mint ahogyan akkor derült ki az is, hogy a keleti ipari parkban kórházi szoba és műtőpanelek készülnek majd. Új telephelyre költözött a Kapos Villamosipari Kivitelező Kft. Is, a Viapan pedig megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató irodát nyitott. Az ő egészségükre a többi között egy saját fejlesztésű tartásjavító mellény is vigyáz. Közép-Kelet-Európában is egyedülálló módon diagnosztizálják és kezelik a lovak fogbetegségeit egy kaposvári klinikán. Adtuk hírül kevesebb, mint egy éve, mint ahogyan arról is beszámoltunk, hogy letette a magyar állampolgársági esküt a kaposvári húsüzem olasz származású igazgatója. Giacomo Pedrazzininek is köszönhetően Kaposvárról rajtolhatott el tavaly a világ egyik legnagyobb kerékpáros versenyének 3. szakasza. A Giro d'Italia televíziós közvetítésének köszönhetően milliók láthatták térségünket. A sporttörténeti pillanat segítőinek a város egy emlékéremmel mondott köszönetet, a Deseda körüli bringaút pedig az év kerékpárútja lett. Tavaly is folytatódott a város járda és útfelújítási programja. A Füredi utcában például 10 millió forintból tették rendbe a Toldi és a Kinizsi lakótelep közötti szakaszt. Megújult a Jókai liget. A Doneri város rész közkedvelt parkjában az előregedett fákat lecserélték, és egy a fürdőig tartó sétányt is kialakítottak ott. A templom előtt térköveztek, és a volt Zrínyi könyvtárat is rendbe tették. Zökkenőmentesen zajlott a regisztrációhoz kötött házhoz menő lomtalanítás is. A 2 éve bevezetett új rendszernek köszönhetően ma már ilyenkor is tiszta és rendezett képet mutat a város.
Óriási károkat okozott egy tavaszi vihar Kaposváron. A Somogyi megyeszékhelyen a felhőszakadás miatt villámárvizek alakultak ki, és a jégeső gyakorta teniszlabda méretű jéggel zúdult le. A város azonnal nekilátott a károk felmérésének és a helyreállítási munkálatoknak, miközben az önkormányzat megnyitott egy kárenyhítési alapot is. Májusban Kaposvár polgármestere átadta a város 3000. babadobozát. A védőnök javaslatai alapján 2016 óta összeállított ajándékcsomag továbbra is rendkívül népszerű a kismamák körében. Egészségfesztivált szervezett a Kaposi Morogtató Kórház. A több száz embert megmozgató ingyenes rendezvényen szűrővizsgálatok, közös torna és színpadi produkciók is várták az érdeklődőket. A borongós, hűvös idő ellenére is rengetegen voltak kíváncsiak a náci szünnepre is. Ripronai József egykori lakhelyének, a Róma villának az udvarát ezúttal is beborították a festő kedvenc virágai. A múzeum gyűjteményének legértékesebb darabjaiból válogatott a Ripronai Öröksége című tálat. A kiállított csaknem 400 festmény többsége az úgynevezett ödöngyűjtemény része. Felfrissített programkínálat, új helyszínek és látványelemek jellemezték a tavaly ismét megrendezett népszerű összművészeti rendezvényt, a Ripronai Fesztivált is. Tucatnyi izgalmas program közül választhatott az is, aki a múzeumok éjszakáját a Desedán vagy a belvárosban töltötte. A Fekete István látogatóközpontban a többi között mesemondók, gyógynövénygyűjtők, népművészek és természetvédelmi szakemberek várták a családokat. A késő avarkortól a kora középkorig találtak ritka leleteket a régészek az épülő kaposvári üveggyár területén. A kutatók a többi között egy vasműre és egy téglaégetőre bukkantak a föld alatt. Kölcsönző automatával bővítette szolgáltatásainak körét a kaposvári könyvtár. Az egyszerűen kezelhető berendezésnek az egyik legnagyobb előnye, hogy a nap 24 órájában használható. Jeles évfordulókban sem volt hiány tavaly. 30 éves lett a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete. Az első kaposvári Lions Club pedig fennállásának 20. évfordulóját ünnepelhette. 40 éve várja a gyerekeket a kaposvári Tartcsatár Központi Óvoda Szent Jakabitak Intézménye. A kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, vagyis az építőipari pedig alapításának 35. évfordulójáról emlékezett meg. 30 esztendős lett a kaposvári Lórántfi Zsuzsanna Református Iskola Központ is. Ebből az alkalomból egy emlékszobát is felavattak az alapító, Bellai Zoltán főtanácsos áldozatos munkája előtt tisztelegve. Iskolakertet avattak a Toponári Tagiskolában. A kaposvári kampusz támogatásával magas ágyásokat alakítottak ki, hogy az egyes évfolyamok megismerkedhessenek a növénytermesztés technikáival. Összefogással újult meg a Kisfaludi utcai tagiskola játszótere, 6 millió forintból új mászóka, hinták és csúszda is épült az udvaron. Kaposváron járt májusban a Medvematek elnevezésű szabadtéri versenysorozat. A tudáspróbán 200 diák vett részt, akiknek hármas csoportokban életkoruknak megfelelő különféle furfangos matematikai feladványt kellett megoldaniuk. Az ország legjobb gyermekelőadásai versengtek egy héten át városunkban a Színházi Biennálén. A jubileumi seregszemle záró rendezvényén a Kolibri Színház Emma Csöndje című előadása kapta meg az Üveghegy díjat. Szabó Nikolett és Fándli Csaba lett az évad művésze a Csiki Gergely Színház közönség szavazatai alapján. A Komor gyűrűt szintén Szabó Nikolettnek ítélte oda a társulat, a Fogaskerék díjat pedig Szalai Bernadett művészeti titkár kapta meg. A Kaposvári Teátrum örökös tagjává Tóth Eleonórát választották. 60%-kal többen foglaltak szállást idén szilveszterre, mint 2021-ben, közölte a szállás.hu. A portál adatai alapján az év utolsó éjszakáján a legnagyobb mértékben a Dél-Dunántúlon nőtt a foglalások száma. Ezt a régiót majdnem kétszer annyian választották most, mint egy évvel korábban. A legfelkapottabb városok között Pécs, Kaposvár, Harkány és Villány szerepelt. Ez a négy település osztozott a régiós foglalások egyharmadán. A vendégek 30%-a valamilyen apartmanban szállt meg. A decemberi menetrendváltáskor 6 vasútvonalon 14-jel bővült az úgynevezett feltételes megállóhelyek köre. Ezek jellemzően alacsony utasforgalmú helyszínen vannak, ahol a vonatok csak abban az esetben állnak meg, ha az utasok előre jelzik leszállási szándékukat, vagy várakoznak a peronon. A változások néhány somogyi járatot is érintenek. Az intézkedés a szolgáltató szerint egyszerre segíti a pontosabb közlekedést és üzemanyag, illetve áram megtakarítást is. A további részletek internetes oldalunkon, a kapos.hu-n.
Fiatalokkal erősít a kaposvári Rákóczi FC. Az idén 100 esztendős klub már gőzerővel készül a tavaszi szezon rajtjára, nem sokára jövünk a részletekkel. A meghosszabbított téli szünetben is nagyon népszerű a Takács Júla könyvtár gyermek részlege. Naponta 50-60 fiatal is érkezik a programokra, vagy olvasnivalóért. Legutóbb egy úgynevezett papírszínházi előadáson Hulle anyó történetét mutatták be. Grimm egyik legismertebb meséjét, a Hulle anyót hallgathatták meg ezek a gyerekek a könyvtárban. A programra sok család érkezett. Nagyon szeretünk könyvtárba járni, rendszeresen látogatjuk, és ezért nagyon örültünk ennek a mai programnak. Sajnos az előző két napra nem tudtunk eljönni, mert nem voltunk itthon, de ezt a harmadik alkalmat kihasználjuk és megnézzük, mert mindig nagyon jó szokott lenni a program. A gyermekkönyvtárban gyakran rendeznek hasonló papírszínházi felolvasásokat. Az intézménynek 50 úgynevezett papírmeséje van. Ez Japánból származik, a Kamishibai nevű magyarul papírszínházat jelent, és 1920 óta dívik ez a mesélő, hát most már hagyomány. A Csimota kiadó adja ki folyamatosan a klasszikus, a kortárs írók, hát költők, vannak mondókás papírszínházas mesék is különböző témakörben. Az első emeletre költözött gyermekkönyvtár egyre népszerűbb. Ez azért is fontos számunkra, mert így családbarátabb lett a szolgáltatási terünk, hiszen a gyerekkönyvtár bejárata mellett megtalálható a mosdó, ami a kisgyerekes anyukáknak nagy segítség, valamint minden felhasználónak. Egy esztétikus pelenkázó sarkot tudtunk kialakítani, és a tini sarkot is lehoztuk. A szünidőben naponta 50-60 gyermek is megfordul a könyvtárban. Nem csak könyveket kölcsönöznek, hanem diafilmeket, filmeket is. Az elmaradt városi tűzijáték ugyan javított a szilveszterkor világgá szaladó kutyák statisztikáján, de még így is mozgalmas napjaik vannak a kaposvári állatvédőknek. Szinte folyamatosan kapják a bejelentéseket a petártázások közepette nyomtalanul eltűnt, vagy az utcákon riadtan kóborló állatokról. A Vásártéri úton tűnt fel az autómosónál, aztán utána, mivel hát nem feltétlenül tudják ott tartani, mert mindenkinek dolga van, utána akkor nem jött róla hír, aztán felbukkant a belvárosban, a főtér környékén, és akkor tulajdonképpen este tudtuk megfogni, amikor a szolgálaton kívüli tűzoltó a családjával ment arra felé, és akkor ők megfogták. Véhetően ez a kaukázusi kutya is a szilveszteri zajok elől menekült céltalanul a városban. Termete és riadt viselkedése miatt hiába látták többen is, nem merték megközelíteni, ezért hívták a kutyatár önkénteseit. Benne van csip, így a gazdájával már fel is vették a kapcsolatot. Bár Kaposváron a központi tűzijáték elmaradt, sokan vásároltak otthonra pirotechnikai eszközöket. A hirtelen hanghatásra rengeteg állat pánikszerűen reagált. Határozottan éreztük, hogy ilyen 5 óra körül, akkor mintha órát mondjuk indítottak volna, és többen akkor kezdték az otthoni megvásárolt dolgaikat durogtatni, és akkor jöttek a bejelentések szinte egymást érően, tehát akkor így párhuzamosan nagyon sok, hogy látnak ugye rémülten rohangáló kutyákat. Tehát akkor volt, hogy egyszerre több helyen is kellett volna lenni. Az, ami mindenképpen pozitív, hogy szerencsére úgy döntött ugye Kaposvár városa vezetése, hogy itt nem lesz központi tűzijáték. Ezt határozottan éreztük, ugyanis eddig azért ez egy olyan kaliberű hatás volt, fény- és hanghatás, és olyan hosszantartó, ami mindenképpen tömegesen a kutyák akkor elkezdtek menekülni. Volt olyan megrémült négylábú, amely már nem volt ismeretlen a kutyatárosok előtt, ahogy az előző évben most ugyancsak az utcákat járva csavargott. Az állatvédők ezért radikális szemléletváltást sürgetnek a felelős állattartás terén. Magyarországon 2013 óta kötelező minden 4 hónaposnál idősebb kutya mikrocsippes megjelölése, így azokat a kutyákat, amelyekben van, szinte mindig vissza tudják adni a gazdájuknak. Amelyekben viszont nincs, az csak csippel ellátva kerülhet vissza.
Ami beavatkozást igényelt, az ilyen 16 kutya volt, ebből ugye sikerült sokat hazajutatni, és egyébként köszönöm azoknak a magánszemélyeknek a segítségfelajánlást, akik akár azt ajánlották, hogy csipraolvasójuk van, és a hozzájuk közeli bejelentéseket esetleg segítenek ellenőrizni, vagy pedig, hogy szállításban segítenek. Tehát volt olyan, aki, mivel mondom, voltan, hogy három helyre kellett volna egyszerre menni, az egyikre őket küldtem, és ők ki is mentek, meg is oldódott az a dolog, tehát ezek segítenek, mert hát nem vagyunk egy sok fő stáb, mint tudjuk. Az állatvédőknek országszerte több hetes munkát jelent a szilveszter körül elszökött és megsérült kutyák összegyűjtése és megmentése. Ilyenkor a közösségi oldalak is megtelnek az elveszett vagy riadtan kóborló állatok fotóival. Berendezési tárgyak kaptak lángra tegnap este egy pusztakovácsi családi házban. A tűz a födémre is átterjedt. A kaposvári és a marcai tűzoltók kiérkezése előtt a ház két lakóját a szomszédok kikísérték az épületből, és megkezdték az oltást is. A lángokat végül a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett sikerült teljesen megfékezni. Az ingatlan lakhatatlanná vált, az ott élők idéglenesen rokonaikhoz költöztek. Hírműsorunk végén sport. Elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a kaposvári Rákóczi SC MB3-as labdarúgó csapata. A zöldfehérekre több előkészületi mérkőzés is vár majd az elkövetkezendő hetekben, miközben a keret megerősítésén is folyamatosan dolgozik a szakvezetés. Kedden délután munkába álltak a kaposvári labdarúgók. Horváth Rudolf tanítványai számára február 12-én folytatódik majd a bajnokság, és addig igen intenzív hetek várnak majd a csapat tagjaira. Természetesen a játékosok nem pihenő után érkeztek, hanem kaptak egyéni programot otthonra, amit elvégeztek. Ezt az első két napban fel is tudjuk mérni. Megcsináljuk azokat a méréseket, ami alapján lehet elkezdeni a terhelést, de mondom, inkább a játékminőséget célozzuk meg. Játék alapú edzések vannak, illetve nagyon sok edzőmérkőzés, főként magasabb osztályú csapatok ellen, akár külföldi magasabb osztályú csapat ellen is. Az együttes a felkészülési időszak elején napi két edzéssel, sok egyéni képzéssel és taktikafejlesztésekkel vágott bele a munkába, közben pedig a keret átalakításán is dolgozik a szakvezetés. Két hivatalos távozó van, Kovács Lajos és Grabarics Máté, így 18 fő a keret. Természetesen érkeznek új játékosok, de ebben a gazdasági helyzetben megpróbálunk inkább olyan fiatal játékost hozni, ha egyáltalán van ilyen, aki értéke lesz az egyesületnek, aki a csapattal együtt fejlődik, akiben van potenciál. A klub ebben a naptári évben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját, és a vezetőedző szeretne tavasszal egy olyan fiatal, helyi nevelésű játékosokból álló keretet látni, amely jövőre esélyes a feljutásra. A Rákóczi az első előkészületi mérkőzését szombaton az MB2-es Pécsi MFC otthonában vívja. Több változás is történt az elmúlt napokban a kaposvári női röplabdaklub extraligás együttesénél. Távozott a csapat második számú feladója, a szerb Natasa Narancsics, akinek a helyére a brazil Rosanne Maggioni érkezett. A 30 esztendős játékos legutóbb a francia élvonalban röplabdázott. Egy török szélső ütő is csatlakozott a KNRC-hez a napokban. A korosztályos válogatott Nehir Kirász hazája másodosztályából igazolt Magyarországra, és a 18 esztendős játékosnak a Somogyi Egyesület lesz az első külföldi klubja. A kaposváriak az első tétmérkőzésüket január 13-án vívják az MTK ellen a Városi Sportcsarnokban. Főbb híreink még egyszer röviden. Város, illetve sport történelmi pillanatokból sem volt hiány a tavalyi második negyed évben. Ma ezen időszak legfontosabb történéseit szedtük össze. Nem csak olvasnivalók, hanem papírszínházi előadások is várják a gyerekeket a kaposvári könyvtárban. Az intézményben ilyenkor is sok fiatal megfordul. Meg annyi elkoborolt kutya köt ki ezekben a napokban a Kutyatár Egyesület menhelyén. Ezek az epek a petárdázás miatt futottak világgá.
Kisgyerekeket zaklatott szexuálisan egy 15 éves fiú. Nagyon súlyos bűncselekményeket rónak a terhére. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor Hat szemközt című adásunk egy korábbi adását ismételjük meg. 8:30-tól pedig a vasárnapi református istentiszteletet nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. Jelentősebb változás a következő napokban sem várható időjárásunkban, így holnap is folytatódik ez a szürke idő. Néhol előfordulhat kisebb csapadék is. A hajnali órákra 4-6 fokig hűl a levegő, helyenként köd is képződhet. A nappali hőmérsékletek 10-12 fok körül alakulnak. Pénteken a változóan időnként erősen felhőség mellett több-kevesebb napsütés is lehet. Kora reggel 3-5 fokot, délután 10-12 fokot mérhetünk. Most úgy tűnik, hogy a jövő hét elejéig biztosan marad ez az évszakos átlagnál több fokkal enyhébb idő. Eső, zápor leginkább hétfőn és kedden valószínű. Az időjárás jelentés támogatója Vertim, a tesszúlycsökkentő mátrix www.vertim.hu.